Na, sziasztok srácok! Üdv a csatornán, Keeper vagyok. Folytatjuk a Seven Days to Die-t a következő résszel egyből, ugye az előző után már itt is vagyunk. Mindjárt 4 óra és akkor megyünk, és csináljuk a bázisukat. Végre örülök, mert van valami célja az életemnek, vagy a játékbani létemnek. Az, hogy ugye, csináljuk meg a bunkerünket, vagyis megvan, megtaláltuk azt a tökéletes épületet, ami számomra szerintem jó lesz a túlélés érdekében, és azt kellene nekem megcsinálni, hogy be tudjam az védeni megfelelőképpen. Na, legyen annyi idő, amennyi. Visszaszedem a frame-et, amit majd fel fogunk használni a kerítés építésekor. Természetesen. És megpróbálok lemerni most. Ez nagyon jó volt ez az éjszakai bujócska. Aha. Nem tudom, hogy mennyire vannak itt zombik, vagy mennyire nincsenek. Tök jók ezek a lámpafények, és ott is van ám egy lámpa, gyerekek. Nagyon cool lesz. Na, menjünk, nyomjuk neki, gyerekek. Szükségünk van fára, úgyhogy bejelöltem a térképen, hogy hova kell mennünk, viszont kéne ennem egyet. Kéne innom egyet. Jó lenne, hogyha lenne fánk. Ott az összes, ott is fánk. Nem fánk. Mármint nem olyan fánk, hogy olyan fánk, hogy fánk. Hanem hogy fafánk. Ott azokat kiváljuk. Ha fát látunk, azt mindent kivágunk, gyerekek. Most arra rá vagyok nagyon fixálódva, mert kell. Viszont marhára figyeljünk a zombikra, marhára figyeljünk a medvékre. Valahogy nem akarok meghalni. Miért van az, hogy fa környékén mindig van zombi csaj? Még ha fa lenne esszel, akkor még megérteném, de fa környékén miért van mindig zombi csaj? Tudtam, tudtam, bazeg! Bazeg, gondoltam, mondom, legugolok. Megnézni, hogy van-e még a közelbe zombi. Ugye akkor kiírja Hunt. Még mindig van, bazeg. Mondom, akkor kiírja Hunt, itt vagyok. Erre bazeg, hátba vágott. Nagyon marha jó. Nagyon marha jó, gyerekek. Krumpli. Na, favágás. Erre egyben megyek a következő, és akkor utána, mikor ezt kivágtam, összekapom a maradékot. Nagyon jó, 4 darab log jön belőle, úgy látom. Ezt is összeszedtem. Nagyon sok kell, úgyhogy most a reggeli órákat eltöltöm egy kis favágással. Kicsit a Minecraft ez különben ez a játék, csak éppen mégse. Ezt jól megmondtam mi. Kontrollt kell nyomogatni, azt akkor tudod, hogy átba vágnak-e vagy nem. Oké. Összes fát kicsaptam innen? Aha, ott láttam még fent. Menjünk. Ha láttak fát, kiabáljatok. Itt van izé. Mi az? Tudjátok, na. És nem állok neki ilyen kőkerítésnek, mivel az rengeteg alapanyagot igényel. Hanem inkább akkor, ahogy beszéltük, frame-ből megcsinálom. Na, na. Megcsinálom fa frame-ből, wood frame-ből. És majd esetleg akkor később kicseréljük. El kéne mennem a forge-ér is. A forge receptért, gyerekek. Mert akkor tudnék ugye frame számokat csinálni, de az elsőleges dolog szerintem, csináljuk meg ezt a védelmi rendszert. És most nem célom az... Na, törjük szét, hogy mi van? Nem célom az, hogy ilyen töki életidegen környezetet hozzak létre, hogy ilyen bunkerszerű akármit. Hanem... Ott egy fa. Majd de messze vannak ezek a fák egymástól. Hanem inkább az a célom, hogy ilyen természetes környezetbe éljek. Igaz, hogy az egy ilyen vaskaszni. Hoppá, nézzünk itt. Aha, az a körük. Így vagyunk. Itt vagyunk, ez már az a dom. Jó. Kicsit így elzárkózunk a civilizációtól. Ugye ezen a felsíkon. Rengeteg fa kell. Ugye wood frame kell.
Az nem az dob, azt hiszem, az csak Spike-ot, vagy mi a neve. Aha, itt van, nézzétek a szép csillogók is. Kecom. Hát mindig majd el fogom tüntetni, mert utálom. Jaj, ne, a szalmapálla. Na, itt ledobom. Junior meg horkol az ágyba. Hello, szarvas. Így persze, ilyenkor nem futsz el. Na, wood frame kellene, meg logot is. Hát kéne ezt minimum meg kéne hagyni. Ilyen arányba. És akkor ebből... Hagyj, de utálom ezeket már, igen. És akkor wood frame-et kéne csinálni. Mennyit tudunk ebből? 76 minimum kell. Jó. És akkor csináljuk meg a kerítést. Hogy hol fog lenni. Ott egy nő. Ezt kinyírjuk. Elég nagy helyet akarok magamnak, hogy tudjak benn mozogni. Ilyen outdoor környezet is legyen, ne csak ugye indoor. Hozzá ne érj a vaskasznimhez. Hát itt eléggé szűkös a hely. De mindenképp egy sort minimum kell hagynom. Na várjatok! Kültelenítés kell. Fűnyíródás. Hozzatok egy tamilost. Hoppá. Minimum egy sor. Hely legyen. Előtte elég nagy hely legyen. És szeretnék termelni különböző élő növényeket. Annak kell egy kertrész. Hú de más játékmódot nyomok mindeddig, gyerekek. Eddig de nem ilyen játékmódot voltam. Most elnéztük, hogy valaki támadni akar-e hátba. Hátulról fedezni akar-e. Jó van. Szarvas koma. Ezt lehet, hogy ki kéne hoznom, azért elég jól. Hoppa. Most sok fülem lesz. Van Junior úgy kiportolni. Azt nem is, most a tandaló előtt van, nem a... Nem az ágyon. Annyi, ezt már szétcsapom, utálom. Aj, de jó, ilyenkor még szétütöd. Akkor úgy látom, hogy... Jézus Mária, Junior, mit csinálsz? Ne égessél. Mondjuk 1, 2, 3. Hát... Itt lesz a fa, itt lesz a kerítés. Itt lesz egy kerítés. Így. És akkor igazából annyi célja van, hogy felfogja a zombit, hogy ne fusson át instant a csapdákon, értitek? Vágjátok, hogy mi a cél. Hátul lehet egy ekkora hely, és kiül, akkor csapdázom. Zombi... Ez jó, mert feled venni, imádom. Zombi neki megy majd. És akkor felfogódik, mondjuk úgy, felfogódik gyerekek. Hát itt szerintem elég lenne ekkora hely megint csak. Visszafordulunk. Így. De még már alá is kell majd raknom. Ja. Így. Oké. Okay. És akkor itt már itt folytatom tovább, ugye? Itt ilyen lépcsőzetes lesz, erre nem tudok, ezzel nem tudok mit csinálni. Na mi van itt? Hoppa! Meddig tartson ez a valami? Fűnyírás. Persze. Lehet, hogy ezt a dobot kéne csak bevédenem most, nem? És akkor majd, hogyha még...
Szeretnék még helyet, magamnak élő helyet. Akkor még ugye tudnék tovább terjeszkedni. Lehet, hogy az lesz, hogy itt csinálok egy ilyen bástyaszerűt. Hajde, mindenem oda. Jaj, de jó, hogy vissza lehet venni, hogy imádom ezt a, ezt a kockát. Mondjuk akkor csinálunk ide egy ilyen bástyaszerű tévát. Így. Úgy. Úgy. És akkor itt eddig lesz. Eddig lesz a kerítésünk. Még elég is lesz talán a frame. Természetesen fel fogom upgrade-elni ezt a kerítést. Ja. Ezt később ugye kicserélhetnénk betonra vagy bármire. De most valahogy meg kell oldanom, hogy legyen egy ilyen bejárat. Most hirtelen arra gondoltam, legyen egy bejárat is. Igen, az is se lenne rossz. Nyíródás ismét csak. És akkor ma rengeteg rönt kellene. Tudjam bevédeni megfelelő csapdákkal. Azt nem tudom, hol lesz a bejáratom. Hogy legyen a bejárat, vagy a gyerekek? Ez a nagy bevédéses dolog. Nagyon szuper, csak hol lesz a bejáratom. Ezzel nem tudom, nem-e tud átmászni a zombi. De még egy sovat rapok. Gyerekek, nagyon védelmi rendszer van, nagyon védelmi rendszer. Jó, ez szerintem jó. Igazából itt. Szerintem, ha én nem tudok átmenni, akkor ő se. Hát itt igen, át tud. Hát akkor ki kéne ásnom egy ilyen sávot. Vagy. Jó, hát igen, nehézét kellene csinálnom. Vagy van ez? Ja, így van. Ez egy, lehet, hogy egy kicsit könnyebben ásnék. Csinálok egy ilyen részt, ahol... Nincs idő, egy zombi, olyan hülye hangot hallottam. És ez pont izé. Ja nem, ez csak sima dört. Jó lesz ez. 20 ez az ásó, amit csináltam. Ami szar minőségű. Ezt itt kiássam végig. Ahogy bele tudjanak jönni. Hát ezt nem kellett volna. Dörtöt veszek magamhoz aztán. Nagyon el vagyok idejeve. Így gondolkozva. Ne haragudjatok közben egy. Próbálok rájönni, hogy hogy kéne normálisan csinálnom. Ez így nem rossz. Itt ezt légy lefaragom. Így van, hogy. Ez se tetszik. Ez az. Akkor. Cool. Ide is karókat kéne raknom, úgyhogy annyi helyet kell csinálnom magamnak. Ezt a pufot le tudom szedni olyan? Nagyon mi. Meg kell volna próbálnom még ásót csinálnom, amíg valami jobb minőségűt nem csinálok. Lehet. Nyolc óra 51 van, úgyhogy nem nagyon vagyunk elmaradva. Semmivel. Ezt remélem belevé a fű. Mármint nem ilyen lesz. Nem ilyen csúnya. Csúnya.
Jó. Hát mindegy, az ilyen púpos marad. Kéne próbáljuk már megcsinálni még egyet. Nem csinálni egy jobbat? Hajra, jó, csinálod egy jobbat. Na, menj a levesbe. Nagyon fain. Ezt a dombot valamilyen szinten nekem itt el kellene szüntetnem. Mennyivel könnyebb Minecraftban, nem? Ásni. Jó van, gyerekek, szerintem ez így, hát még itt ezt a részt esetleg. A bejáraton gondolkozok közben, agyalok, úgyhogy azért nem dumálok. Mindenképpen, hát a bejárat az nem lesz egyszerű. Én arra gondoltam, a bejárat az úgy lesz, ahogy éppen már én szoktam alkalmazni, hogy be fogom fúrni magam. Nem lesz olyan nagyon messze, de ugye nem, hogyha nem akarom megbontani a védelmi berendezést egyáltalán, akkor azt meg kell oldanom, hogy valahogy úgy legyen a bejárat, hogy be valahol távolabb, és akkor befúrom magam a házba. Ha nem is a házba, de a ház mellé belül, mondjuk. Mondjuk akkor esetek. Ezt meg fel lehetne tölteni majd, nem? És akkor ilyen kis, lenne egy ilyen kis részem. Na, hát igen, a lövöldöző zombival lesz majd bajok. Hol legyen a lejárat? A lejárat. Mondjuk a lejárat az, vagy a kijárat, a bejárat az lehetne. Egyelőre nem úgy lesz. Most fontosabb dolgaim vannak, azon gondolkoztam, mondom, ezzel eltökörészek, akkor megint nem lesz belőlem semmi. Inkább akkor ezt megjavítom, és akkor megyünk fát vágni, és akkor kell csinálnom a védelmi berendezést. Az a fontos, gyerekek, nem a, izé, nem a bejárat, mert a bejáratot cseszhetem, ha egyszer nem tudom megvédeni ezt az egészet. Ebből kellene mi a neve ennek? Mindig elfelejtem. Craft. Ez. 12-t tudok, ami nem nagyon sok. Woodlock Spike a neve. A Woodlock Spike, jó. Hogy tudjam, hogy akkor ne kelljen mindig itt keresgetnem. Oké. Jó, gyerekek, menjünk a francba fát vágni. Favágás téma van, és az elég hosszadalmas favágás téma lesz, tehát sok fát kell vágnom, az a lényeg. Amennyit csak bírok, rengeteget. Na, mondjuk próbáljuk meg a favágást egy olyan 1 óráig. Mondjuk egy 2 óráig, 10 óra van, 2 óráig favágás, már nincsen csak az. Az a lényeg, az nagyon fontos. Oh, de nem, ez nem, 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 nem fa volt. Az nagyon fontos, mindig próbáljuk meg kinézni a következő fát. Mondjuk ha ezt kivágtuk, utána melyik jön? Nem látok egyet sem. Valami zombi van. Spuri odébb, ilyenkor mindig spuri odébb egyből. Lehetőleg talán, ha mázling van, jó fele is futunk ki ekkor. Ja. Nézzük! Vissza kell mennem erre a biomra. Itt baloldalra van tőlem ugye ez a füves, itt van fa, már itt ahol vagyok itt meg csak ezek a kiszáradt fatönkök vannak, ott vannak fák, jó. Hát nagyon sok kell, ugye 3-4 darab kell egy spike-hoz. Hát legalább 40 kellene körbe, egy sorba is. Nekünk most van, hány spike-unk van? 48-unk van? Úgy gyereke. Nagyon cool. Nem is gondoltam, hogy ennyi van már. És vissza kell menni a forge-re, meg kell csinálni, egy csomó mindent kell csinálni. Megmondom őszintén, most lehet, hogy ezt folytatnám nagyon szívesen, ezt a random generált mapon a játékot. És nem folytatnám a normál mapon. Mármint normál esetben is, most ugye megy ez a maraton hétvége, de amúgy is. Lehet, hogy meg fogok maradni ennél a mapnál. Ott is van fa. Molnár Krisztiát lőjük. Lőjük le, mert olyan dob például fetet, amiből tudok fákját csinálni. De mondjuk van izém is. Van. Szenem.
Egy vállon lőtt zombi. Nem vagy te más. Egy vállon lőtt zombi. Az édesanyád. Ismertem, voltál más. Csak egy vállon zöld zombi. Vállon zöld zombi. Ez egy vállon zöld zombi, nem egy vállon lőtt zombi. Ott van kettő fasz, és kicsapjuk. Igazából nem csak egy sorba kell raknom a log spike-ot, úgyhogy jöhet bőven, amennyi csak van. Ott is van két fa, ott is van két fa. Ezen a bion ilyen nagyon kevés fa van egyébként. De nem baj, de nem baj, de nem baj. Mennyi kaktusz? Ó. Oh. Jó. Viszont kaja meg minden, az itt rengeteg lesz. Ugye a íze miatt. Kaktusz miatt. Na. Jaj. Ez a sok kaktusz. Majdnem kivágtam egy kaktuszt, aztán láthattam volna, hogy mikor lett belőle a... Vizé. Micsoda fizika volt még a két kaktusz közéből a gyerekek. Nagyon coolos. Itt láttam két fát még, meg ott is van két fa. Úgyhogy lesz bőven, nagyon-nagyon, de jó. És ezek négyet dobnak, úgyhogy jó. És ott egy ház megint, figyelitek? Arra. Muszáj megnézem el arra. Ugye ott úgyis van egy fa. Csak az a baj, hogy ház környékén mindig van zombi nation is. Hát ez a tipikus faház. Ha mindegy, benézünk, azért ezt a fát kivágom. Nem érdemes faházat meg ilyet elbontani. Így sokkal jobban adja, hogyha kiröntesz. Te konkrétan egy... Hát azt hiszem ez négyed, hogy mennyit dob. Aha, itt egy faház, meg ott megint megy az út. Na, itt van a szerelmem. Megint be van szívva. Na, jön a férj haza. Jön a feleségem, hogy a zombi feleség. Kicsit már nerves volt a zombi feleség. Úgy, de csúnyán beszél. Amit úgy értem, hogy rohadt. Van itt ez minden, mind a bucsúba. Szóval van szórva, oly. Jó, nem kell. De nagy mákok volt. Jó, azért így fejlődök is legalább. Na. Ott is egy zombi, ott van két fa. Azt a két, nem, három fa, azt a három fát kicsapatom. Ezt vegyünk visszafele. Mert belövöm. Szilikon. Megfogta a szilikon. Merre ezek... Nagyon szilikonosak, ezek bírják. Fejne nem, üres a fejük. Könnyen átható rajta nyílvessző. Jó. Medvével nem találkoztam az utóbbi gameplayben. Én bárom nagyon, így értek el. Jó. Igen, ez négyet ad egy ilyen fa. Úgyhogy ez jó. Jóféle. Most már kicsit bízok a jövőben. Hogy túl tudok élni. Hoppá, hoppá! Hoppá, hova, ezt hova dobtam, erre dobhattam. Jajajajaj, be kéne jelölnem. Ugye erről beszéltetek, hogy jelöljem be. Álljak. Most ezt nem úgy spawnolta le, ez előbb még nem volt ott semmi, mi? Megint elcseszem itt az időt ezzel. Mennyire messze lehet, mennyire messze. Új, azt pont a városba bedobta, akkor nagyon örülni fogok neki. Bár annyira messze nincs. Viszont akkor elmehetnénk... cuccaimért. Mennyire messze dobta? Nehogy a városba dobta, akkor megőrülök. Az ott mi? Kár, hogy nem lehet több waypointot rakni a mapra. Ott például szén van szerintem, ott látjátok? Ott a szén. Ott. Jobb oldalt van egy ilyen kis kitüremkedés a földből, és ott van a szén. Meg egy molnár közti el. Ne, az figyeljétek, ezt font be a városba. Milyen szart csináltam? Idegel a waypoint bazza. Mit csináltam? Jó, az közel van, nincs olyan messze, nagyon jó. Itt töltöm zombit, figyelitek. Jó, ezt megtaláljuk. Jó, jobban állítottam az ebbe a waypoint-t. Éjszakra valamelyre.
Azt hittem arra nézek. Higgyunk egyet, azt akkor van stamina. Még látom a füstöt, még látom a füstöt. A házak felett. Valahol ide vágodott be. Remélem, jó cucc lesz be. Hú, ha még ezt is megkaparintom most. Valami érdekeset láttam. Ajaj, hol van? Hát mit kell volna lenni a gyerekek? Most nem, nem azért az egy huszír, ott egy táska, azt megnézem. Ott meg valami más bion következik, de itt kellett volna lenni, nem? Vagy még messzebb? Most itt a hegy körül nincsen, akkor nem tudom hol van. Írva. És egy rengeteg fa. Jaj, majdnem széttörtem. Fegyver alkatrészem, majdnem szétütöttem, én hülye. Hú, mennyi fa. Megint másfajta biomszerű, és ebből hány darab jön? Ekkora nagy fából? Nehogy ugyanannyi. Kíváncsi vagyok. 6 darab, ebből 6 darab logjon. Ó, gyerekek, úgy bevédem én azt a kecót. Hol vagyok? Itt vagyok, nem messze a izemtől. Hát mondjuk azért még elég messze. Na jó, itt vágok egy-két fát. Inventory-t tudok ilyenkor nézni? Van 55 logó. Jó, igen, 4 kell a log spike-hoz, de nem is 4-et, vagy nem izét egy-et gyárt le, hanem azt mondom, hogy 4-et azért lett olyan sok. Jó. Ott, ja, ott a templom, igen. Ez ugyanaz a templom? Ugyanaz. Jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Gyerekek. Még jó, hogy ide csalott minket ez. Még szerencsém is van, nem hiszem el. Most mellé jön át a szövendés szerencsét. Úgy be fogom véleni a gyerekek ezt a, azt a helyet. Akkor el kell jönni a templomhoz, vagy hogy sok fát akarok, mert itt a környéken rengeteg van. Itt nem kell annyit futkozni érte. Hatosával nyomja. Meg jó nagy fák, ja. Na mondjuk ennyi elég. Most én megelégszek ennyivel. Esetleg most megcsináljuk az első védelmi vonalat, aztán lehet, hogy eljövök a ládákhoz. A ládákhoz, a régi ládákhoz. És akkor honnan el tudom cipelni a forge-nak az alkatrészeit. Meg ugye leginkább a ledört. De ugye, hát mondjuk ott jó sok szarvasban tudnék is vadászni, de minek, ha egyszer úgyis kell onnan vinnem cuccokat. Oda nézzetek mennyi fa, basszus. Nem bírom, az a baj most, hogy nem bírom abba adni. Na? És itt van fű is, zöld fű van itt. Ott fent az a ház, nézzétek jobb oldalt a sarokba. Ez felderített? Fel, aha. Egy kő volt, ja, így van. Na jó, van, szerintem gyerekek, ez bőven elég, nem? 103 van. Hát, csak elég lesz. Egy rétegre biztos, és akkor eljövök még egyszer. Megcsináljuk amennyit tudunk most, és akkor jövök még egy kört. Megyünk haza most, az a lényeg, végre hazafele gyerekek. Kéne közben ennem, nem tudom, van-e nálam kaja? Macska kaja? Jó. És igazából azt hiszem, hogy van lőszerem is, és van vadászpuskám is. Random mapimon is van bőven út azért gyerekek. Ja, van izé, van fegyverem, tudnék lőfegyvert is használni már. Sok a kukorica is itt. Azt majd inkább saját magamnak kéne ültetni, mint hogy itt random összegyűjtök mindent. Ott vagy, ott lakok fenn egyébként, nem? Vagy itt, ezen nem, még odébb, ugye? Nem, pedig itt. Itt egy barlang. Jó nagy, jó közelemben. Jaj, nehogy leess. Ja, hülye vagyok, nem itt lakok. Hát ez a régi kecó. Nem itt lakok, hanem itt lakok.
Mindegy. Elfeledkeztem, hogy még mindig itt az ágy. Ugye, azt az ágyat átvihetném oda, nem? Ott spónoljak újra. Hát, még nem, nincs kész. Addig, amíg nincs kész, akkor spónoljak itt újra. Mert ugye, ha például ott megölnek, és bespónolok a házba, akkor ugye a zombik ott vannak, akkor megint jönnek rám, és akkor verik szét a házat. Ha meghalok, akkor jöjjek ide, és úgy is vissza tudok találni. Lehet egy kis, mondjuk, taktikát alkalmazni. Ja, hogy tuti bizony is kellene, közelharci fegyver majd. A városban azért, amiatt, ott lakom fennél. A városban amiatt jó lett volna elmenni, hogy ilyen talán kaptunk volna epikebb fegyvereket. De mindegy. Forge-ot kéne csinálnom, betonhoz kellene alkatrészeket, mármint összetevőket szereznem. Mármint ilyen beton tudja könteni, rendes vasbetont, ami a legerősebb. Ugye van itt annyi vas érc, mint az állat, a barnangból is lehet szerezni. Tudnék szerezni ugye keretet is tudok hozzá csinálni, betonhoz alkatrészt is. Ó, jó lesz ez a kecó, nem gyerekek? Azt mondjuk lehet, hogy kiástam volna ott, hát a franc, ugye mindegy. Akkor nyomjuk a spike-okat, és akkor egy helyen kihagyjuk egyelőre, de nem ezt, hanem ezt. Na és kacok, kezdjük a hátsó oldalon, oké? Okay? Kezdjük itt ezen az oldalon. És értitek a rációt. Hogy akkor az van, hogy az talán megfogja őket. És akkor rámennek erre, és akkor kénytelenek addig, amíg azt ütik, rajt ezen tanyázni. És abban bízom, hogy addig talán megdöglenek. És ezt megcsináljuk jó pár sorral, sorba. Meg még magasítunk a kerítésen is, és ez a kerítés majd ki lesz cserélve. Izé-bizére. Hát ez érdekesen megoldva. Ez is szerintedek 6? 6 vagy 7? Mindegy, úgyis még elő is kerül. És a kerítés ki lesz cserélve betonra előbb-utóbb. Úgy gyerekek, itt ez nagyon nem tetszik. Úgyhogy sorba jöjjönek ezek a spike-ok már. Mi a franc azon a lyukot? Vasz. Jó, így már jó. Így már jó. Na. És akkor amennyit lehet? 100 darab. Ide imádlak. Egy 100 darab. 100 darabot lehetett egyszerre craftolni. Nem 100 darab lett, mert még tudtam ma... Ja, még maradt 3 darab spike-om. Ha újra nézzetek, az meg ott van, ott leedzik. Nem akar eltűnni. Jó, hogy itt el lehet tüntetni bármit. Jó, gyerekek. Mi ez? Változik az időjárás, hogy mi történik? Így van, ahogy. Akkor itt a bejáratot meghagyjuk. Egyelőre. Talán elég kicsi az esély, hogy pont ott akar bejönni a paraszt. Kettőt hagyok. És akkor jöhetne a következő sor. Két sor szerintem még egy sort elbír. Mármint van annyi ízem, spike-om. Jó. Itt egy kicsit ki kellene ásnom, hogy még legyen hely. Legalább egy 3-4 vagy 5 sort fogok építeni. Hogy biztos bírja a romokat. Akkor meg fel fogom upgrade-elni természetesen. És még egy sor. Ó, milyen ködösítő lett az. Még megmagasítjuk a kerítést is. Na, azért most már kezdek haladni és kezdek örülni. A köpő zombi az elég ciki lesz. De hát a köpő zombit azt kell csinálni, hogy gyorsan leszedem. Hogy? Ezek jó nagyot sebezhetnek, azért óvatosan kéne bánnom itt a dolgokkal. Aha, ez nem tetszik neki, ide nem akarja rakni, ki kell ásnom egy blokkocskát.
Én olyan hülye helyeken sikerül kiásnom ezt a földet. És nem ott első, nem is fent első, hanem ott alulás. Gyere már ki innen. Hogy ne. Nagyon tuti. Még én is félek ettől a helytől. Mármint így megközelítek. Na, most nem a föld alá bújunk el, gyerekek. Legalább nem. Azért valamit talán haladunk, vagy fejlődünk. Ó, mi ez itt? Fícsomó, fícsomó. A fűcsomó néha tud meglepetéseket okozni. És azért kell a frame, hogy tényleg felfogja őket, mert attól félek, ha nem csinálok frame-et, akkor ugye átfut a teked előtt is a spike, akkor az kellemetlen. Megírtátok is, hogy csináljam azt, hogy ilyen emeljek falat. Na, itt kéne megint ásni egy kicsit, hogy oda tudjak építkezni. Elvileg ehhez hozzáérnek sebzőket, nem kell az, hogy most... ő megszúrja a següket. Értitek, mire gondolok? Az a jó, most mi a francia nem jönnek? Néha annyira vannak, mint a nyüvek. Néha meg nem akarnak meglátogatni. Oké. Okay. Még egy sor frame-et rakok majd. Remélem, ez most így jó. Kicsit hülyén néz ki. De nem akartam teljesen így átformálni az egészet, hogy most olyan legyen, hogy ilyen nagyon... nagyon sík terep, meg mit tudom én. Legyen olyan a talaj, amilyennek kell lennie, vagy amilyen volt, az kész. Hogy? És akkor itt meg lehetne már. Így. De szerintem megböki a segőket, fájni fog nekik. Nagyon mele tudom rakni. És akkor a következő az már jöhet ide fel. Valahogy kinézzen azért. Így. Megnézzük messzibről, gyerekek. Na, szerintetek? Ide jön majd a köpő zombi, szétköpi az egész házat. Csak úgy mondom előre, hogy mi fog történni, hogy ha nem vagytok benne biztosak. Fel kell upgrade-elnem az összeset majd. Jó van, gyerekek. Oké. Kész van kb. A kecó. Tudom mennyi, mi maradt. 6 darab ilyenem. Hát még mindig rengeteg fa kellene, az a gond. Van a problémó. Igen, fa kell. Iszonyatosan sok fa kell. Nem merek még itt élni, mert ez nem fogja bevédeni ezt az egészet. Azt tudti, gyerekek. Itt még nem merek héderezni. Ez mind mesterlövész puskának a cuccai, ugye? Aha. Lángoló nyilvessző, izé. Hát ezt átalakítom. Fett. Hát lehet, hogy el kéne ugranom még a izé. A régi. A régi kecóhoz. És ugye ki kéne pakolnom azokat, amik tényleg annyira nem kellenek. Megpróbálok elugrani oda. És akkor a forge-ot is át tudnám hozni. Ki kell pakolni, gyerekek, ki kell pakolni. Minden szart, ez mondjuk maradhat, ez is maradhat. Hát ez is maradhat, ezt ide rakom. Ez maradjon, látok el. Földet kirakom. Szórunk mindent, hogy minél több cuccot tudjátok hozni. Tessék el most, meg essék el. Aztán így akkor így jól vagyunk. Ezt meg átalakítom, ez fáva, ezt meg átalakítom rongyá. Oké. Mehetünk, gyerekek? Csapathatjuk? Kecó kész. Jó lesz ez, gyerekek, higgyétek el. Akkor az lesz, hogy egy sor tüske még lesz ennek a tetején is. Az megfogja őket, esetleg odáig feljutnak, akkor ott még sebződnek. És még ide lesz nagyon sok. Viszonyatosan sok. Az a lényeg, hogy bírjon ki mindent ez az erőd. Gyorsan vissza akkor a kecóhoz. Ami ugye a hátitáskám jelzi, tehát akkor torony iránt amerre tudunk, elmegyünk. Közben fát látunk, vágunk. Ennyi a terv. Fákjákat akarok hozni.
Nem itt fogok éjszakázni. Biztos vagyok benne, hogy nem itt fogok éjszakázni. Mennyi izőm van nyílve szőm? 80 darab, az bőven elég. Ó, mondom, torony iránt erre, meg mi van itt, bazze? Megcsinálom azt, hogy a bejárat tizéről legyen kívülről. Ilyen befúrós módszerrel. Biztos ott az izém hátizsáka? Aha, ott volt a régi telephelyem. Jó, messze van rám, gyerekek, úgyhogy darabig kell mennünk. És akkor belak... Ós, tudtam, hogy neki megyek, bazze, évje. Belakjuk ezt a kecót. Na, hogy futni sokáig nem tudok, néha így. Ez én kell szíderezgetni lassan. Most annyira nem is fontos a fa, inkább az, hogy minél hamarabb érjek oda-vissza. Nem akarom elkutyavetélni az időt, visszafutunk, átfutunk, utána gyorsan annyit csinálunk, hogy lepokolok, és akkor visszamegyek arra a ház, ahhoz a házhoz, ahol így túlél. Na, mondjuk nem is kéne oda visszamenni, hanem valahova. Valahova. Mondjuk az a ház, az lenne jó, ahol ezelőtti éjszakát is töltöttem. Ott fogjuk tölteni az éjszakát, hát ezt most jól sikerült megoldanom. Jövök minden át, aztán semmire nem megyek be. Ez kaktusz, hú. Kroatt életben mik vannak itt? Mik ezek a hatalmas sziklák? Nem kéne, izényelem, nem kéne. Aj, micsoda szikla hegyek vannak itt a szarolt élet. Nem kéne, hogy lesebződnem annyira. Azért ez a random generátor, ez az itt feladja leckét komolyan. De messze van, még jó, jó, hogy elindultunk. Hagyjuk a fa termelést most. Hú. A forcsot kéne megcsinálni, hát forcsot lehet, hogy meg is kéne gyorsan össze kéne dobnom. Tábortüzet kéne csinálnom, ugye. Pihi van, gyerekek. Lassítani kell, hogy felmenjen a staminánk. Hogyha nem haltunk volna meg 200-szor, akkor ugye kicsit jobban bírna. Bírna a csávó. Ilyeneket, ilyen táskákat az minden... Jó van. Gének ajánlom. Gének ajánlni valamit. Legegyszerűbb faja, ugye? Sivatagba, ami mindig mindenhol van, úgyhogy ez nagyon jó a sivatagban, hogy instant tudsz kaját magadnak varázsolni. Ott egy ilyen rovar. Ide rakom. Ezt meg kéne töltenem a bendőmet, akkor automatikusan regenerálódok. HP ügyileg. Jó, együnk. Menet közben kajálunk egyet. Meg is jöttünk. Nagyon jó. Ott egy hátizsák. Nincs meg semmi. Aha. Az egyik halálomnak a... Hát van egy hülye zombi. Hát nem is tudom, hogy gondoltam ezt, hogy én ezt kifogom itt, túl fogok itt élni. Megvannak a ládák, az a nagyon fontos. Gyorsan átnézem, mi kéne. Ami nagyon-nagyon fontos, tényleg azt kéne minden. Ez fává alakítható, csak azért viszem. Oké. Okay. Ez a fegyver jobb. Először hozzá. Más meg annyira nem fontos. Most. ATM. Érdekes, hogy pont ezt minek vigyem mi. Most annyira ezek nem fontosak. Maradnak itt. Menjünk a francba, megyünk vissza. Meg tudom csinálni a forge-ot szerintem. Ebből ugye megvan ez. Ebből meg mi hiányzik neki? Oda nézzetek, ilyen stone kell hozzá. Menjenek a francba. És ez mi? Clay? Clay is kell hozzá. Ezt a stone-t miből tudom csinálni? Ez valami... Várjátok, mi nevezik azt? Azt most nehogy megtámadjon közben valami. Aj! Minek nevezik? Stone. Stone. Stone fragments. Hol van a stone? Hol van a sima stone? Vicceljél velem. Frag stone. Basszus, ez micsoda?
Hol a sima store? Én nem látok sehol olyat. Most ez komoly? Hát ez nem úgy volt valahogy, hogy így itt többet így összerakta. Nem, az campfire. Ez meg gravel. Vagy ezt úgy kellett bánja? Azt nem, hogy a szarba kellett, gyerekek. Most ez nagyon-nagyon epic ki vagyok ettől. Hogy a tökönbe volt az? Azt úgy kellett bánni, azt nem. Nem ilyen small stone volt az, hanem ilyen így izélni kellett, amit le kellett fúrni a föld alá, és akkor volt neked olyan. Na menjünk vissza, basszus. Úristen, hogy volt az? Hogy volt az, gyerekek? Na mindegy, egy hegy oldalába befúrom magam mindjárt. Új, és ja, tényleg ezen a környéken, nézzétek, tele van ilyen roar, meg mindenféle szarral. Ez lehet, hogy meg is támadott. Nem, undetected vagyok, neki érdekesek ezek a rovarok. Ha, van egy ötletem. Honnan tudok stone-t szerezni nagyon gyorsan? Itt a nyuszi. Jó, ezt majdnem eltörtem a lábamat. Van az a házikó, ami most meg van jelölve nekem, mint ház. Ó, ott is fogok, oda is fogok menni, mert megyünk éjszakázni. A házikomhoz megyünk, és ott elvileg volt egy ilyen... Itt van a izé. Clay. Miért nem ásul valami? Ez az megvan, ugye? Ez clay volt. Nem. Szórakozik velem ez? A mapon ez... Ez nem clay, ez nem az. Sima föld. Ez sima föld, bassza meg. Na jó, húzzunk a francba. Ja, kell clay. Egy darab. Kell akkor. Ez ilyen csúnya volt, ez mindig ez a puska? Na mi a szar ez a puska? Na mi ez? Ja, ez csak az egyik alkatrésze. Ja, hülye vagyok, jó. Miért úgy néz ki, mint egy puska? Menjünk gyorsan, aztán ott le kell telepednünk. Ja, clay-t kell szereznem, meg kell szereznem akkor olyan rockot. Vagy olyan stone. A stone azt tudja, akkor úgy van, hogy... ja, ott van egy ilyen lyuk, ott ki tudom fúrni, vagy be tudok fúrni oda. És akkor ott megkapom. És igen, aztán jussunk oda, az a biztos, hogy legyünk biztonságban. Vagyis az a fontos. Ó, gyerekek. Ez micsoda? Ez meg mi? Szent? Ja, szent. Csak itt a homokkőben van, aztán meg furi. Fury! Milyen messze vagyunk? Jó, epic messze vagyunk, gyerekek, egy óránk van vissza, húzzunk a francba gyorsan. Higyunk közben meg minden, hogy töltődjön a stamina. Futi van, még futi van. De megint rá fogunk cseszni. Jó, ez bip. Jó, oké, az basszus, legalább azt hittem eltörik a lábam. Na, az hiányzott volna mi. Jó, és most egy kicsit regenerálódunk, mivel jó vagyunk lakban. Ez hidratációt nem ad? Dehogy nem, jaj, de jó. Oda nézzetek. Tudunk futni gyorsan. Ja, a clay-t azt megoldom. Térkép mutatja azokat a előhelyeket. A stone az meg valószínűleg ott van egy lyuk pont a falba. Ott akkor azt meg tudom ott oldani. Vaj, most már nem fogok tudni üzélni. Inni nem enged biztos. Jajjaj. 21-14, megint nagyon kiszámítottam az időt. Na. Itt vagyunk, és akkor megnézem, ott látjátok, ott a szikla. Gyorsan azt mondjuk meglesem. És akkor megyünk fel, és ugyanúgy akkor felstolcolom magam. De ugye akkor az éjszakát lehet, hogy átlépem, úgy látszik, hogy ugye nem fog semmi történni. Hogyha esetleg történik, akkor meg bekapcsolom a gimplit. Ez kellene ott. Remélem ki lehet így ütni. Na?
mit vettünk fel? Stone, mondva. Három darab kell, szóval akkor innen ki tudom ütni, jó? De most nem tök a részek, ezzel 30 perc van vissza, ami ugye olyan 30 perc. Most sem menjünk a tetőre. És itt még mindig pörög a zombi, legalábbis azt hallom. Na jó, srácok, akkor... Jó éjszakát kívánok mindenkinek, innen folytatjuk a következő gameplayt, valószínűleg reggel, mert akkor az éjszakát kihagyom. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!